gyümölcs múmia, ami rajta maradt, ugye tavalyi fertőzés közvetíti az idénre. Vörös Géza növényvédelmi szakember éppen azt mutatja, mi keserítheti meg a gazdák életét idén, ha nem fordítottak kellő figyelmet a gyümölcsfák védelmére. A fákon lehet látni a tafrinát, vagyis a gombás betegséget, mert bár nem nagyon volt csapadék, a hideg kedvezett a kialakulásának. Eddig a tavaszi fagyokat leszámítva, száraz az átlaghoz képest meleg volt az idő. A növényvédelemben ez újabb fordulatokat eredményezett, mert most nem a kórokozók elleni, hanem a kártevők elleni védekezés a hangsúlyos. A szőlős gazdák is számíthatnak újabb feladatokra, magyarázza Vörös Géza. A lisztharmat miatt lehetnek gondok, a peronospora egyelőre nem veszélyezteti a szőlőt. Teljesen meglepő módon jöttek elő az idén a levélatkák, a szőlőlevélatka, ami általában nem szokott olyan mértékben jelentkezni, mint az idén, és ezek a tünetek még a fakadást is nagyon megnehezítették egyes fajtáknál, még most se fakadt ki pár ügy, amikor már vannak egyméteres hajtások is más fajtákon, tehát széthúzta a szőlőnek a fejlődését ez az időjárás. A szántóföldi növényeknél is a rovarkárosítók ellen kell védekezni, tette hozzá a szakember. A lisztharmat levélbetegségek nem olyan mértékben fordultak elő, mint korábban. A vetésvehérítő bogarakra azonban nagyon oda kell figyelni, a gabonáknál, kukoricánál pedig majd az amerikai kukoricabogár lárvája fog kelni nem sokára, ott lesz gond, ahol nem tettek talajfertőtlenítőt. A májusi cserebogár nagy számban rajzott a kertekben, sok kárt okozva, most pedig a hozzá hasonló aranyos virágbogár teszi ugyanezt. Elsősorban a cseresznyét fogja majd fölkeresni, medgyet és málnát, tehát olyan gyümölcsök, ami korán érik, földi epret, de a dísznövényeken is láthatjuk a kártételét, és ott pedig a piacosságát, a díszítő értékét fogja rombolni. Ezen kívül a poroskafélék okozhatnak még kellemetlenséget, amik már most előjöttek a téli rejtek helyükről, és felkeresik lassan azokat a növényeket, amikben kárt lehet tenni. Így figyelni kell rájuk a zöldséges kertünkben. A levéltető invázió most elmaradt. A kártevők a füllet, esős, zivataros időjárás szeretik, így ha később ilyen idő várható, rájuk is számítani kell.